itt van, megjött Bagga Méri, a fagylaltját maga méri. Tessék, csak tessék! Gyerekkoromban az ifjúsági filmek közül az egyik kedvencem volt nekem is, mint az összes gyereknek a Kemény kalap és Krumplior. Tehát, mint fagylaltos, abban az időben egy ember létezett az országban, ez Bagga Méri Jácint volt, akit egyébként Alfonzó alakított abban az időben tökéletes módon. És hát, ha fagylalt, akkor Bagga Méri. Ez számomra egy párhuzam volt, és ennek megfelelően csináltam meg a Bagga Méris kocsit, ami a filmben szerepelt. Ennek megfelelően szedtem össze nagy nehezen a hozzávaló öltözeteket. Itt van megjött Bagga Méri, a fagylaltját Bagga Méri. Finom fagyit szerettem volna csinálni, ami igazán finom. Egy olyan feelinget kialakítani hozzá, ami a régi, a múlt időket, a 70-es, 80-as, esetleg 90-es éveket idézi. És ennek alapján találtam ki az épületnek a dizájnját, a különböző érdekességeket, amit egyediként ide be tudok rakni. Lásd, a fagyi választékot régi fagylaltos termoszokra raktam. A fagylaltos termoszokon a régi kék vinyettás iskolai csomagoló papírokon szereplő kék vinyettel lévő címkéknek van a felirata elhelyezve. Minden fagyinak van vezeték és keresztneve, ha helyes, helyesírásileg, ha nem. Tehát egy őszi barack, az őszi barack például második A. És a zene is szól itt, ami egyfolytában természetesen retro zene, azon kívül a hozzávaló öltözetet is, tehát én úgy vagyok a mint más téren is, hogy ha már retro, akkor legyen az lehetőleg minden téren. Két barátommal összeálltunk, tehát így hármasban kezdtünk el zenélgetni. Ez volt az úgynevezett DRT, Diszkó Részvénytársaságnak neveztük el. Amik kis bevételeket össze tudtunk szedni, közösen vásároltunk magnót, kazettás, dekket már akkor, kazettákat, ezekre mind rá is volt írva. Hát ezen ez amúgy még pont abból való, ez az ötös számú kazettám, de erre nincs ráírva pont, hogy DRT 5-ös, de ez mind meg volt jelölve. Akkoriban még füzetben, amikor nem a szalagos magnókról kellett játszani, egy füzetbe írtuk a zenéknek a címét, lapozgatni, cserélgetni, számláló, forgatni, első zene, harmadik zene, stb. Ha már retro, akkor legyen videódiszkó. Na, a videódiszkó sem volt anyag, így hát egy olyan két éven keresztül újítgattam fel a meglévő innen-onnan letöltött klippeket. Korhű öltözetekben lépek fel, és úgy gondolom, hogy ettől jobban már nem lehet fokozni a retro élményt. Megfelelő 70-es évekbeli rock and roll öltözetem van, Elvis öltözetem van, meg még Isten tudja hányféle öltözetem van összeszedve. Amikor a hajógyári szigeten zenéltem, akkor Szikora Robi is fellépett az egyik este, és egy öltözőben öltöztünk. És ott az öltözőben azt mondta, hogy előtte meg kellett kérdezni természetesen, hogy felvehetek-e olyan öltözetet, ami tipikus szikorás. Hát benne volt Robi, és ott az öltözőben ezt a sapkát szintén ő írta nekem alá, meg ő írta ezeket rá, illetve egy ilyen stilizált ergo öltözetem van többek között. Ő írta ide a hátuljára is ezt, hogy ergo, meg ott van Szikora Robi. Ez Pet Ottavan, az Ottavan együttes szóló énekese tulajdonképpen, ami jelenleg a lányával énekel. Ez nem is egy, hanem két esetben dedikálta nekem. Személyesen találkoztunk. 10 évvel ezelőtti, az még nekem nem retro. Tehát igazából ez a 70-től 90-ig időszak úgy technikailag, mint öltözködésileg, mint bútorilag, én számomra az az igazi retro.